vagyok a Superpower CTO-ja. Mi digitális jelek ultragyors feldolgozással foglalkozunk, és a fejlesztők számára látható termékünk a Superpower Audio SDK. Habkönnyű témával készültem, ahol azt állítom, hogy egy okos eszköz mobilrendszerének a minősége nagyon egyenes arányban van a felhasználók elégedettségével és minőségérzetével. Miért audio, és ez hogyan történik? A fejlesztők többsége úgy gondolja, hogy az audio a hangkártyán történik, pedig ez nagyon nem igaz, ez csak a kimenetre-bemenetre használja. Az audio a processzoron történik, ugyanúgy, mint mondjuk egy adatbázis, egy éppekép, vagy a következő Twitter posztot, teljesen mindegy. Érdemes először összehasonlítani az audiót a videóval, mert azt sokkal többen értik. Ugye, hogyha 60 képkockát egymás mögé rakunk egy másodpercben, akkor szép folyamatos képet kapunk, és mindenki meg van elégedve. Hogyha egy-két képkocka késik, vagy hiányzik, legtöbb felhasználó észre sem veszi. Hangnál, egy tipikus mobilos hangnál 48 ezer hangmintát kell egymás mögé raknunk egy másodpercen belül, és ha ezekből akár csak egyetlen egy is rossz, vagy késik, akkor recsenést vagy koppanást hallunk, és ezt mindenki meghallja, ehhez nem kellene szuper hallások. Körülbelül így néz ki egy átlagos audio architektúra, egy csomó időt kihagytam belőle, hogy egyszerű legyen, például ide még jönne az audio driver is, de az látszik, hogy vannak alkalmazásfejlesztők, van az operációs rendszer, és ugye vannak hardware gyártók, és ezek mind-mind adnak egy komponást az audio rendszerbe, és ezeknek a komponenseknek tökéletesen kell együtt működnie, tehát a szinkronizáció, az ütemezés és egyebeknek szépen smooth dolgon, módon kell zajlani. Viszont az esetek többségében ez nincs így, mert ezek közül valamelyik komponens nem jó. Ekkor azt csináljuk, hogy többet pufferelünk. Ugye? Tehát több audiót fogunk előre feldolgozni, és hogyha van egy ütemezési probléma, akkor a felhasználó azt nem fogja hallani, mert előre dolgoztunk egy picit. Viszont ha ennyit dolgozunk előre, akkor késleltetésünk lesz. Latency. A késleltetést régen inkább csak a pro-usereket érdekelte, de ma meg a pro-userek nem érdekelnek senkit. Viszont a konzumer világban például jön a VR. A VR-ban, ha túl nagy a késleltetés, a képhez képest a hang, túl nagy a késés, akkor az hozzájárul a VR betegséghez, és egészen konkrétan szédülünk tőle, és hány inget kapunk. Az audiótól. A voice-over IP-nál, tehát például a Skype-nál a késleltetés ott jön be, hogy egy csomóan azt gondolják, hogy az audio késleltetése a hálózaton, az interneten múlik. Ez csak fele részben igaz, a másik fele audio. És hogyha ezt lecsökkentjük ezt a késleltetést, akkor folyamatosabb, gördülékenyebb lesz a kommunikáció, és kevésbé vágunk egymás szavába. Ez a legrosszabb, ami szokott történni egy ilyen konferenciánál. Tehát akkor én azt állítom, hogy egy okos eszköz minőség érzete, az nagyon-nagyon hasonló a latency-hez. Apple eszközök, hardware, szoftver tökéletesen egymásra csiszolva, felhasználói élmény az általában remek. Windows, hackelni kell, fel kell telepíteni mindenféle dolgot, hogy a low latency audio legyen rajta, de egyébként is a Windows-al ezt szoktuk csinálni. Ugye, hogy jól működjön a Windows, mindenféle szoktak rá telepíteni az emberek. Windows 10-nél már nem annyira, és ott hogyhogy nem, a latency is egész jó. Android, totális káosz. A jó Android készülékeknél jó az audio latency, felhasználók meg vannak elégedve, sokáig használják ezeket az eszközöket. Átlag Android eszköz, borzasztó az audio latency, és az emberek nem is használják olyan sokáig őket. Időben vagyunk? Még egy perc. Jó. Szuper. Egyébként a nagymamám ezen az emeleten dolgozott, itt a szövetosztályon. Szóval én voltam Szántó Gábor, superpower.com. Itt nagyon sok latency-vel kapcsolatos adatot fogtok megtalálni mindenféle eszközről, 6500 eszközről jelenleg. És nagyon büszkék vagyunk rá, hogy első magyar startupként bekerültünk a TechStars programba, úgyhogy ezzel kapcsolatban is nagyon szívesen válaszolok a kérdésekre. Köszönöm szépen a figyelmet! Az elején elmondtam, tehát, hogy digitális jelek ultragyors feldolgozása,
És a fejlesztők számára van egy SuperPilot Audio SDK, amit ha letöltesz és beépítesz az applikációt, akkor nem kell megírni egy csomó audióval kapcsolatos dolgot. Tehát mindenféle audio feldolgozási dolgok, effektek, lejátszók, mindenféle frequency domain felismerés. Körülbelül olyasmit, mint az Apple-től a Core Audio, vagy az OpenSLES az Androidon, csak mi több és jobb funkciót kínálunk, illetve sokkal gyorsabbak vagyunk. Tehát kevésbé fogsz belefutni abba a problémába, hogy magasabb lesz a latency, vagy hogy túlpörgeted a procit. És ezt hogy éritek el? Algoritmusokkal, vagy esetleg kihasználtok valamilyen hardware gyorsítást? Tehát mi egy kutatásfejlesztésre foglalkozó vállalat vagyunk, egészen a matek részétől kezdjük a dolgot. És az egyik oldalán ott van, hogy kezdünk egy új algoritmussal, a másik legvégén pedig kézzel készített assembly kódál. És a digitális jelfeldolgozásban most van egy paradigmaváltás, mert most már elterjedtek azok a processzorok, amik levegőpontos műveleteket nagyon jól tudnak végezni. Ugye régen általában a DSP-t azt fixed pointban csinálták. Levegőpontosnál egészen más algoritmusok kellenek, ha igazán hatékonyan akarod ugyanazt csinálni, viszont olyan lehetőségek is megnyílnak, olyan optimalizációs lehetőségek, amik nem voltak lehetségesek régebben, és mi direkt erre a világra, erre a ugye ARM processzor mindenhol, meg Intel processzor még desktopon, de az már nem tudom mi lesz vele, tehát mi erre a világra optimalizáljuk ezeket a jelfeldolgozási algoritmusainkat, és egyébként nem csak audio, hanem mondjuk FFT. Mi volt előtt? Ha jól értem, akkor ugye az a konklúzió, hogy a latency a szoftver probléma. Ekkor abszolút. Az Androidnál miért lesz ekkora nagy változatosság? Mert hogyha hardware probléma lenne, akkor érteném, hogy a különböző Android gyártók különböző minőségű hardvert használnak, de a használt szoftver az, ha jól értem, akkor jóval kevésbé tér el. Igen, tehát az Androidnál több rétegű probléma. A HAL és az Audio Driver az a chipset gyártójától jön, aki mondjuk a Qualcomm vagy a MediaTek. Náluk nem nagyon értik ezt a problémát, és sokszor nagyon rossz minőségű HAL-t írnak. Ez egy pont, ahol nagyon megnövekszik a latency. A másik a média szerver, amit a Google írt, és az Androidon tudni kell, hogy ugye az nem egy mobilos operációs rendszernek indult, hanem egy digitális kamerának a rendszerének, és azóta is csak hackergetik, illetve olyan szinkronizációs ütemezési kódok vannak benne, amik még a PalmOS-ből jöttek át, és nem csak a kód jött a Palmból, hanem igazából az Android Core Teamben nagyon sok Palmos ember ül. Ha emlékszel vissza a Palmos készülékekre, hát nem az a real-time OS. Tehát itt van a következő probléma, és a harmadik az ütemezés, amit szintén a Google alakít az Android rendszerben, az sem az igazi. Ezek miatt viszonylag nagy puffer méreteket kell alkalmazni, és ez a három tényező együttesen már óriási nagy latency tud eredményezni. Például egy tipikus latency szám az 200 millisekundum egy átlagos Android készüléknél, a legjobb androidos készülékek viszont 16 millisekundumot azért tudnak. Említetted, hogy az egyik kihívás az, hogy a kép és a hang ugye szinkronban legyen, miközben az a helyzet, hogy ugye a különböző eszközökön lehet mind a kettő stacknek a latency-e, és hogy ezzel kapcsolatban mi a praktikus tapasztalat, hogy ez hogy lehet, mennyire lehet valóságban szinkronban hozni azok az észszerű korlátok, amik között ez volt? Hát ugye ez real-time applikációknál fontos csak. Tehát mondjuk tipikusan a VR, vagy esetleg játékoknál. Játékoknál egyébként a latency egy kicsit lazább. Tehát ott, ha 100 millisekundum alatt vagyunk, ami durván ugye egy 4-5 képkocka, akkor az audiót is annyival meg lehet késletetni, és igazából nem lázadoznak ellene a játékosok. Ez egy kényelmes szám. A VR-nál kicsit más a helyzet. Ott nagyon fontos a VR betegség elkerülések érdekében, hogy tényleg a lehető leggyorsabban történjenek az események, a lehető leggyorsabban reagáljon a VR világ az én inputomra. És ott igazából ilyen egy-két képkockánk van, tehát mondjuk 16-30 valahány millisekundum, na oda kell lemenni audióval, ott már nem lehet nincs hely. Tudtuk
várjál, te már akkor utolsó, bocsánat. Mi a business model? A business model az, hogy van egy-két nagyon hardcore technológiánk, és mi ezt licenszeljük nagy cégek számára. Tehát például embedded Linuxba mennek ezek az eszközök, vagy mobiltelefonokba teszik, tehát például van egy dealünk Alcatellel, ők használják a technológiánkat, és akkor kapunk royaltyt minden egyes eladott készülék után. Használja még a technológiánkat a Samsung, az Uber, a Tencent, van egy-két most már elég nagy ügyfelünk. Köszönöm szépen!